Na, szép jó napot mindenkinek, itt egy Robi Kezer 1, pmlradio.hu. Készítettem egy eliminátort a Baofenghez. Picit erősen sufni tuning, egy kis melegragasztó, egy feszszabályzó panel, aminek az érintkezői pont véletlenül a Baofeng akku saruinak a méretei. A feszültség beállítva 4,2 voltra. Jó hosszú vezeték, és megy bele az Alinkó tápba. Az Alinkó táp az jelen pillanatban 13,8 volton van, úgyhogy egy darab lekapcsolás. Áramot elvesszük. Áram elmegy, rádió lekapcsol, áram fölkapcsol. Meg is jött a vellany, Ugye 13,8 volt. Átkapcsoljuk ampermérésbe, és nézzük meg, hogy mit produkál a rádió a papagájon. A breki 1-2-3-4 rádió próba balatoni papagájra eliminátorról. Na, breki, egy rádió próba, egy Baofeng és egy házi készítésű eliminátor. A papagájra itt egy Robika. Na, szia, Józsi, éppen próbálom levideózni az eliminátort, hogyan működik, de itt a szobában nem a legjobb pozícióban vagyok. Na, hát végül is működik a dolog. Nem a leggyönyörűbb kivitelezés, de fejleszteni még lehet rajta. És szerintem jó lesz ez, esetleg egy hátlapba beépítve, egy stabil mic-kal teljesen jó lehet. Egyáltalán nem melegszik, nyugodtan lehet tapogatni a eliminátor hátulját, úgyhogy semmi melegedés, az ég adta egy világon. És ha megnézzük az áram felvételt, most amperen vagyunk, nem tudom, hogy mi látszik belőle, akkor azt mondja, hogy nagy teljesítményen, elviekben. Hát itt a fényképezőgépet nagyon bezavarja. Azt mondja, hogy megközelítőleg egy 1,2 ampert vesz fel a rádió, úgyhogy működik gyönyörűen. Hát majd még finomítunk rajta. Baofeng eliminátor, Robika 1001.